Ez itt a generációkról szóló sorozat második része a Fridericus Podcast csatornáján. Stegyelvad Krisztián, generációkutató vagyok. Egy jó bulira vágysz? Csekkold az egyenleget saját bankszámládon, vedd meg a belépőt, és váltsd életed parti átvalóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ez a sorozat úgy keletkezett, hogy tavaly év végén a Fridericus Podcast egyik adásának a vendége voltam, és azt olyan sokan nézték és hallgatták, ezzel párhuzamosan pedig olyan sok szülő, nagyszülő, gyerek, de munkahelyi kollégák és főnökök is írtak nekünk, hogy elhatároztuk Fridericus Sándorral, egy 6 részes sorozatban összefoglalom mindazt, amit a generációkkal kapcsolatban tudok, illetve amit szerintem érdemes tudni. A sorozatot 6 részesre tervezzük. Az első 5 részben különböző aspektusokból járom körül a témát, ma 2 hete például a generációk és az életkor összefüggésére próbáltam rávilágítani. Aztán lépésről lépésre végig megyünk az egyes generációk jellemzőin, de egy külön epizódban taglalom a generációkon átívelő figyelem változásait, szerintem sokakat érintő téma lesz a szülői szerepek átrendeződése, és körüljárjuk azt a témát is, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapjainkban. A sorozat záró 6. adásában pedig válaszolok az önök menet közben beküldött kérdéseire. Már most mondom az e-mail címet, ahova a kérdéseiket, ha lehet, minél egyszerűbb formában megfogalmazva elküldhetik, ez pedig a studio@fridericus.hu. Ma a sorozat 2. részében a különböző generációk jellemzőiről fogok beszélni. Előadásmat most is néhány rövid bejátszás fogja megszakítani, amiket a Fridericus Podcast több korábbi adásából válogattam, ezekkel fogom illusztrálni aktuális mondani valómat. Mielőtt a generációkról beszélünk, definiáljuk, vagy járjuk körbe azt a fogalmat, hogy mik azok a generációs sajátosságok, vagy generációs jegyek. 1990-es években járunk, amikor gimnazista voltam, és emlékszem, hogy vettem egy cipőt, ma sneakernek hívnák, egy ilyen nagyon fura sportcipőt. És az egyik barátom azt mondta, hogy szerinte ez egyáltalán nem az én stílusom, ez a sportcipő. Nagyon emlékszem erre a jelenetre, mert soha nem hittem volna akkoriban, hogy nekem van saját stílusom, és ezen elkezdtem gondolkodni, hogy vajon én melyik kategóriába tartozom akkoriban. Ugyanis nagyon jellemző volt a 80-as, 90-es évek végéig, hogy kívül hordtuk az identitásunkat. Vagyis, hogy látszott a ruhánkon, hogy melyik kaszthoz, melyik csapathoz tartozunk. Teljesen máshogy nézett ki egy rocker, egy punk, egy alteros, de akár egy brossos vagy egy jutus is. Nem kellett gondolkodni, hogy ki kihez tartozik, mert láttuk, hogy kihez tartozunk, láttuk, hogy kihez tudunk csatlakozni. Mára a divat sokkal homogénebb lett. Sokkal inkább szeretünk úgy öltözni, hogy nem lógunk ki a többiek közül, ugye ezt a mainstream divatnak hívjuk, vagy a globalizációnak az eredményeképpen. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. Viszont van egy eszközünk, van egy lehetőségünk, ahova el tudjuk vinni az identitásunkat, ez pedig az internet. Ráadásul ezt mikroplatformon is meg tudjuk tenni, és egy multiplatformon is meg tudjuk tenni, tehát egyszerre nagyon sok helyre be tudjuk vinni az identitásunkat, akár úgy is, hogy rejtve marad, senki nem tudja rólunk, hiszen kívülről nem látszik, és akár úgy is, hogy egyszerre több helyen vagyunk jelen. Erre majd egy videóban későbbiekben vissza is fogunk térni, hogy ez mekkora különbség az egyes generációk esetében, hogy egy embernek az interneten is, de akár offline világban is nagyon sok identitása lehet. Megint mit tanultam én abból, hogy a 80-as, 90-es években kívülről lehetett látni az identitásunkat. Kezdetben, most a kezdetben az 40-es, 50-es, 60-as éveket jelenti, az embereknek alapvetően 2 platform működése volt, 2 platformon voltunk jelen, munkahely és a család. A 60-as, 70-es években született X generációsokat hívjuk úgy, hogy kulcsos gyerekek. Az ő esetükben ezek a platformok kifejlődtek, kitágultak 3 platformá, munkahely, család és a barátok viszonyrendszerében, hiszen nem volt otthon a szülő, az ipar kiszippantotta anyut és aput a családból, ezért a kortársakkal voltunk nagyon erősen jelen. Aztán bejön az életünkben az internet, így az utánunk következő Y generáció már 4 platformon működött, mozgott mindennapokban, munkahely, család, barátok és az internet szempontjából.
Aztán bejöttek az okos eszközök, bejött az érintőképernyős social media használat, és mindenfajta egyéb, ami kvázi megkönnyítette az életünket, és onnantól kezdve rengeteg kis mikroplatformon tudunk jelen lenni, rengeteg olyan helyen tudunk jelen lenni, ami egyszerre jelenik meg az életünkben. Ez mit jelent? Ez azt is jelenti, hogy az én esetemben, amikor három platformon éltem és dolgoztam, akkor a kapacitásom, a figyelmem, az energiám három felé osztódott. Tehát a munkabírásom vagy az energiám egyharmada ment el a családra, egyharmada a munkára és egyharmada a barátokra. De hogyha 20-30 multiplatformon vagy egyszerre jelen, akkor az energiád is akár 20-30-ad részére töredezik. Tehát például most egy Z-generációs munkavállaló esetében az energiájának, a figyelmének az 1/30-ada az, ami a munkára tud jutni, és az összes többit meg kell osztania a többi mikroplatform esetében. Szóval nem egyszerű ennek a kezelése. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. De mi minden történt még 30-40 évvel ezelőtt, ami mára már teljesen elképzelhetetlen. Ilyen például az 5,5 napos munkahét, amit megelőzött a 6 napos munkahét, és a mai fiatalok számára teljesen értelmezhetetlen fogalom ez a szabad szombat, hiszen minden szombat szabad, és ebből a szempontból már megint csak egy olyan élménytartomány különbségről beszélünk, ami megoszthatja a figyelmünket, megoszthatja a hozzáállásunkat. 1982-ben szűnt meg végleg a szombati tanítás, addig minden második szombaton iskolába kellett járni. Sőt, voltak olyan helyek, voltak olyan városok, ahol nagyon sok gyerek volt, hogy az oktatás úgy oszlott meg, hogy volt délelőtt tanítás és volt délután tanítás. Ebből a szempontból lehetett ezt hívni A7-nek meg B7-nek, bár ebben is voltak különbségek helyenként, hogy mi az A7 és mi a B7, de bizony volt ilyen is, hogy nem csak délelőtt, hanem délután is iskolába kellett menni. Ez megint csak egy olyan élménytartomány, ami nagy részben meghatározza mind a figyelmünket, mind a munkához való hozzáállást. Például az X-generációsok esetében van egy olyan sorozat, van egy olyan mém az Instagramon, ahol az X-eseket folyamatosan egy laptoppal mutatják, még egy laptoppal pihennek. Tehát, hogy maga a megjelenítésünk is, ez egy amerikai, nem egy magyar sorozat, ahol az X-esek folyamatosan dolgoznak. Na, hogyha szombaton is iskolába kellett menni, délelőtt és délután is iskolába kellett menni, akkor vajon mikor tudnánk pihenni? Vannak egyáltalán pihenési történetek? Hogy alapvetően az élménytartomány nagy mértékben meghatározza a gondolkodásunkat, nagy mértékben meghatározza a viselkedésünket. És ahogy mondtam, a generációkhoz való hozzáállás az egy nagyon általánosító történet. És itt érdemes tenni egy kis kitérőt, érdemes tenni egy kis megállást. Ahogy az első epizódban is mondtam, a generációhoz való tartozás nem tud mindent meghatározni, nem tud mindenre választ adni, nem tud mindenre gyógyszer lenni. És sok esetben belefutunk abba, amit szakmailag úgy hívunk, hogy generalizmus, ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos mondások, vagy vannak bizonyos állítások, ami azt mondja, hogy egy adott generációhoz tartozó összes egyén ugyanúgy viselkedik, hogy az adott generációra például egy generáció kutató jellemzést ad. Ez természetesen nem igaz. Erről a múltkor is egy kicsit részletesebben beszéltem, hogy mindenki egyéniség, mindenki különleges, és azt ráhúzni egy adott generációra, hogy az összes tagja mindig, mindenhol ugyanúgy viselkedik, ez természetesen veszélyes. Innentől kezdve ennek a generalizmusnak vannak olyan veszélyei is, hogy nagyon könnyen hozhat létre sztereotípiákat. Ilyenekkel találkozunk nagyon sok esetben, ilyen is például az, amit az előbb mondtam, hogy egy X-es nem tud pihenni, vagy egy X-es állandóan gondolkozik. Ennek egy másik sztereotípiája, hogy ezzel szemben mondjuk egy mai Z-generáció, egy mai fiatal meg sosem dolgozik. Ezek sztereotípiák, és hogyha ezek elterjednek, akkor sok esetben tovább erősítik a sztereotípiákat, és innentől kezdve generációs elvárásokat hozhatnak létre, ezek pedig megalapozhatják a generációk közötti konfliktusokat és a diszkriminációk különböző formáit. Ez nem jó, nem ez a célunk. Ez sem ezzel az epizóddal, sem a sorozattal, sem pedig a munkámmal nem az a célom, hogy generációs különbségeket, konfliktusokat, diszkriminációkat hozzunk létre, hanem pont az, hogy megértsük egymást, hogy megértsük azt, hogy hogyan tudunk egymástól tanulni, hogyan tudjuk egymást megismerni, és hogyan lehet egymáshoz kapcsolódni. Vagyis annak a megértése, hogy miért másképpen reagál esetleg egy másik személy. Az én részemről ez a generációs üzenet, ez, amiről az egész sorozat szólhat.
Most is, és a múltkor is nagyon sokat beszéltem az élménytartományról. Amit fontos megérteni, az az, hogy a generációs jegyek változása élmény alapú, és ezért visszafelé nem működik. Ez mit jelent? Az, hogy bizonyos élmények csak bizonyos időszakban élhetőek át, és hogyha utólag mesélsz róla, az már nem élmény alapú, az már csak mese alapú. Az már ugyanolyan történet, mint amit a történelemkönyvekben olvastunk, vagy ugyanolyan mese, amit mondjuk a tévében láthatunk. Az emberi elme nagyon nehezen tudja kezelni az időtávolságát. Nagyjából 2-3 generációnyi időt tudunk magunknak megélni és megérteni, mind a két irányba. Tehát nagyjából meg tudjuk érteni a dédszüleink kik tartó időszakot, és a déd unokáink kik tartó időszakot, az ennél tágabb időszakot nem. Jelen pillanatban ebben az időintervallumban is olyan mély változások történtek, amik meghatározzák az élménytartományoknak a különbözőségét. Tehát nem elég az, hogy azt mondani, hogy régi időkben vagy régebben azért nem beszéltünk generációk közötti különbségekről, mert az agyunknak ezt a fajta időhorizontját nem érintette olyan mély változás, viszont nem tudtunk tanulni a dédunokáktól és a déd nagymamáktól távolabbi idők keretrendszerében. Most ebben az időintervallumban, amit az agyunk föl tud fogni, már ebben is hatalmas különbségek vannak. Megint nézzünk egy erre vonatkozó példát. 1989-ben kötötte be a matáv a telefont a lakásunkba. Ez azt jelenti, hogy az életem körülbelül egyharmadát telefon nélkül éltem le. Egyáltalán nem volt telefonunk, és nem is használtam telefont, mert nem volt olyan rokonom, vagy nem volt olyan ismerősöm, akit föl tudtam volna hívni telefonon. Telefonbetyárkodni tudtam, tehát arra volt lehetőség, azért ez nem egy klasszikus telefonálási történet, de az, hogy én valódi telefonálást, hosszantartó csacsogást el tudjak intézni az életembe, ehhez az életem egyharmadában nem volt jellemző. Aztán 1989-ben kaptunk egy ikervonalat. Azok a nézők, hallgatók, akik nem tudják, mi az, azok nézzenek utána az interneten, hogy egyáltalán mit jelent ez, hogy ikervonal. És én rettenetesen büszke voltam arra. A szüleim is rettenetesen büszkék voltak arra. Olyannyira, hogy vásároltunk egy különálló bútor darabot, nevezetesen a telefonasztalkát a nappaliba. Ez a nappali éke volt. Ott kellett elhelyezni a telefonasztalkát ahhoz, ami mindenhonnan könnyen elérhető volt. Tehát egy nem csak funkcionális bútordarab volt, hanem bele kellett épülni a mindennapjainkba, bele kellett épülni abba a rendszerbe, hogy a család működött, hogyha megszólalt a telefon, akkor bárki bárhonnan könnyen el tudja érni. Na, a mai világban egy mai fiatalnak mesélni arról, hogy telefonasztalka, már önmagában egy hatalmas kihívás, hogy minek kell egy telefonnak bármilyen bútordarab. De tovább megyek, 90-es években a gimnáziumban nagyon sokszor jártam Tiszatúrára, kajakozni, kenuzni. És az északi részen elmentünk egy kis faluba, ahol bementünk a falu központjába, ahol még ilyen kurblis tárcsázós telefon volt. Na, az nekem is egy ismeretlen eszköz volt. A tévében már sorozatokban, filmekben láttam egy ilyen telefont, de fogalmam sem volt, hogy hogy kell használni, hogy a kurblival föl kellett tekerni, fölhívni a központot, ott bemondani egy telefonszámot, és így lehetett telefonálni. Már akkor kiesett az élménytartományomból ez az eszköz, pedig maga a készülék, az egy ugyanilyen készülék volt, hogy így kellett fölvenni, és így kellett belebeszélni. Na, az élménytartomány így alakul át viselkedéssé, és így alakul át automatikus szokássá, hogy mutattam a telefont, vagy így mutatjuk a telefont azok, akiknek olyan telefonkészülékük volt, ami kagyló alapú. A mostani fiatalok, amikor azt mondjuk, hogy csak mutassák meg a telefont, nagyjából így mutatják a telefont. Vicces, de alapvetően már önmagában mutat egy szokáskülönbséget arra vonatkozóan, hogy mennyire másképpen éljük meg az élménytartományt. Vagy pont ma hívott föl egy kolléganőm, és mondta, hogy írjuk be a naptárba ceruzásan. Az online naptárunkba ceruzásan írunk be dolgokat. Hát ez egy mai fiatal abszolút nem érti, hogy mit jelent az, hogy ceruzásan beírni valamit, pedig ez egy olyan szokásjog, aminek tulajdonképpen nincsen valós tartalma, csak a régi naplóbejegyzésbe vagy a naptárbejegyzésre vonatkozó ceruzásra, tulajdonképpen a mostani feltételes beírásra vonatkozó információ. Na, így alakulnak ezek az élménytartományok, és így hatnak a viselkedésünkre, így hatnak a gondolkodásunkra, és így hatnak az értékrendszerünkre. És most akkor mondok egy olyan példát, hogy az értékrendszerünkbe ez hogyan köszön vissza. Nem olyan régen voltam egy konferencián, ahol a döntő többsége hozzám hasonlóan régebb óta fiatalok voltak, tehát ilyen 40-es, 50-es, X generációs előadók voltak, akik ugye a mostani uralkodó generációnak a tagjai.
Minden előadónak 20 perce volt az előadására, és ezt már nagyon régóta tudtuk. Tehát így hirdették meg a konferenciát, és így keresték az előadókat is, hogy 20 percet beszélhetnek maximum. Az összes előadó átlagosan 40 percig beszélt, tehát bőven a dupláját beszélt el, ami neki járt. Én voltam az utolsó előadó, így nagyjából másfél-két órás csúszással került volna rám sor. Ez azért volt kellemetlen, mert egy másik előadásra kellett mennem egy másik városba, ezért próbáltam jelezni, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit jobban tartanánk magunkat az előíráshoz, és betartanánk a 20 perces előadásokat. Rajtam kívül senki se szólt, a nézők se. A nézők is egy hozzám hasonlóan régebb óta fiatalokból álló csapat volt, és elviselték azt, hogy a 20 perces előadásokból 40 perc lett. A rendezők se szóltak, és az előadók se szóltak, mert hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy ez az automatizmus, megengedhetjük magunknak, és így működünk. Rá pár napra voltam egy Z-generációs konferencián, amit Z-generációsok szerveztek, ott is 20 percet kaptak az előadók, ott nem én voltam az utolsó, nem én voltam a keynote speaker, tehát én nyitottam meg a konferenciát. 20 perc után följött a műsorvezető a színpadra, és nagyon viccesen lezavarta a beszédemet. Pedig befejeztem volna 20 percnél, de hogy még véletlenül se történjen csúszás, teljesen evidens volt és egyértelmű volt, hogy hiába vagyok én a meghívott keynote speaker, 20 perc után jelzi, hogy ennyi idő volt, és vége van az egésznek. És ez így volt természetes. Én se sértődtem meg ezen, de elképzelhető, hogy lehetett volna egy-két olyan résztvevő, aki ezt zokon veszi, és többet nem megy ezekre az előadásokra. Szóval, hogy így működünk valahogy, így jelennek meg a normálisok, így jelennek meg az élménytartományok, így épülnek be az automatizmusainkba és a szokásainkba. Na és akkor nézzük, hogy ez a hat generáció esetében ezek a normálisok, ezek a sajátosságok, ezek a szokásjogok hogyan kerülnek be az életünkbe. Alapvetően az elmúlt 60 évben két olyan történés volt, amit úgy szoktam hívni, hogy két tornádó, két orkán erejű változás jelent meg a világba. Az egyik az 57-60-as évek környékén, azért mondtam, hogy 57, mert akkor jelent meg hivatalosan Magyarországon a televízió, 57 május 1-én. Tehát az első ilyen tornádó a televízió megjelenése volt, a másik ilyen tornádó pedig az internet megjelenése, amit 1995-höz kötünk. Mind a kettő egy audiovizuális kultúraváltás, mind a kettő egy olyan kultúraváltás, ami a teljes társadalom működésére globálisan az összes embere valamilyen módon hatott. Ennek hatására olyan virtuális kultúraváltás történt az életünkbe, ami nagy mértékben meghatározza és nagy mértékben megváltoztatja a viselkedésünket és az egymáshoz való kapcsolódásunkat. Ennek a virtuális kultúraváltásnak köszönhetően elvesztettük a közös terünket, a közös kultúránkat és a közös nyelvezetünket. Mit is jelenthet ez a mindennapokban? Például azt is jelentheti, hogy mit nézünk és hogyan nézünk. 1980 tájékában egy átlagos családnak egy darab televíziója volt otthon, ekköré leültek este 8-kor az emberek, mindenki azt az egy darab televíziót nézte, és ugyanazt a műsort nézte. Magyarán másnap az iskolában, a munkahelyen mindenki többnyire ugyanarról mesélt, ugyanarról beszélgetett. Hogyha nem néztük a műsort, akkor nem tudtunk kapcsolódni a beszélgetéshez. 2000 környékén már egyre több volt a tévé a lakásokban, és előfordult, hogy egy lakásban akár 2-3 készülék is ott volt. Magyarán este 8-kor mindenki leült a saját készüléke elé, és lehet, hogy nem is ugyanazt a műsort nézte viszont. Amiatt, mert még strukturáltan ugyanahhoz az időintervallumhoz tartozó műsorokat néztünk, ezért a főműsoridőben, mert akkor még ilyen is volt, este 8-kor, ha még más csatornákon is, de más műsorokat néztünk. Manapság már nem kell televízió. Manapság előfordul az, hogy ugyanabban a lakásban, ugyanabban az időben, ugyanabban a helyiségben mindenki a saját kis készülékét fogva teljesen más műsorokat néz. De az is előfordulhat, hogy ugyanazt a műsort időben szétszórva, térben és időben teljesen máshol és máshogyan nézzük meg. De a leginkább az a jellemző, hogy teljesen más műsorokat nézünk. Nem is műsorokat nézünk, hanem olyan dolgokat, amit régen nem műsornak hívtunk, hanem most már úgy hívjuk, hogy valamilyen platformon, valamilyen content. És ennek lesz egy olyan eredménye, és erről szól az, hogy elvesztettük a közös nyelvet, a közös kultúrát és a közös teret, hogy nagyon könnyen előfordulhat az, hogy a fogyasztott médiatartalmakról már csak a kortársakkal lehet beszélgetni. És ez minden korosztályra igaz. És ez sok esetben vezet oda, hogy a munkahelyen vagy a közösségekben az egyes generációkhoz tartozóknak nincsenek közös témáik, nincsenek közös nyelveik, mert máshogyan dolgozzák fel ugyanazt az információt, de ráadásul az információban is nagy különbség van.
Szóval ebből a szempontból fontos tudni, hogy a képességeinket az alapján szerezzük, hogy milyen médiatartalommal, milyen háttérrel, milyen környezettel, milyen élménytartománnyal kerülünk bele az életbe. És innentől lépünk át az egyes generációkhoz, és nézzük meg ezeknek a generációknak a sajátosságait. Többször elmondtam, de most is el szeretném mondani, hogy nincsen generalizmus. Tehát attól, hogy egy generációt jellemzek, ez nem azt jelenti, hogy az egyes generációba tartozóknak csak és kizárólag így kell viselkedni, hanem azt jelenti, hogy nekik vannak arra esélyeik, hogy abban az időszakban tapasztalt dolgok alapján ezeket a képességeket meg tudták szerezni, és ezek a képességek meghatározzák az ő viselkedés módjukat. Tehát amit most a generációkról el fogok mondani, ezek ilyen kiindulópontok, viselkedési és magatartási kiindulópontok, amiket színesíthetnek az egyes embereknek a személyiségei. Jelenleg Magyarországon 6 generáció él, és ebből a 6 generációból a legidősebbek az 1928 és 45 között született veteránokat jellemezzük. Első körben nézzünk meg egy videót, amiben Krasznahorkai László író mesél a gyerekkoráról, ami nagyon szépen illeszkedik a veteránok jellemzéséhez, a veteránok sajátosságaihoz. A családom az inkább egy biztonsági életre rendezkedett be, meglehetősen konzervatívak voltak, tehát amennyiben a konzervativizmus nem azt jelenti, amit oly sok féleképpen magyarázhatunk, hanem azt, hogy megőrizni, konzerválni valamit. Tehát az előző állapotot, ami biztonságos, azt konzerválni a következő pillanatban. Krasznahorkai László író nagyon gyönyörűen beszél gyerekkora konzervativizmusáról, ami a szülőknek és neki is a biztonságot adta. Na, a veteránoknak egy nagyon erős meghatározója az a biztonsághoz való törekvés, ami az ő gyerekkorukból eredeztethető. Az 1928 és 1945 között születetteket hívjuk veteránoknak, és az ő gyerekkoruk azért egy teljesen más gyerekkor volt, és ezt nagyon PC-n is megfogalmazhatjuk, mint a mai világban. A többségük a II. Világháborúban volt gyerek vagy fiatal, így az egész életükre rányomta a bélyegét az az időszak, az a mérhetetlenül brutális, félelemmel teli, bizonytalan időszak. És ezért a mai napig nagyon erősen keresik a biztonságot. Számukra a biztonság egy olyan hívószó, ami a hétköznapok szinte minden pillanatában megjelenik. Ez azért fontos információ, mert például azoknak a HR-eseknek, azoknak a munkaadóknak, akiknek a biztonság egy olyan hívószó, amit a hirdetésekben, a toborzásban szeretnek megjeleníteni, azoknak fontos információ, hogy a biztonság egy veterános hívószó. A mai fiataloknak teljesen más jelent a biztonság, mint amit a mi generációnknak, vagy a nálunk idősebbeknek jelentett. Szóval ott vagyunk, hogy a biztonság a veteránok esetében a mindennapoknak a szerves része. Olyannyira, hogy a leghétköznapig pillanatokban is a biztonságot keresik, mint a kapaszkodóját az életnek. Egy vasárnapi ebéd a biztonságról szól, hiszen egy rendes vasárnapi ebéd mindig 12:00-kor van. Sem előtte, sem később, hanem pontban délbe kell lenni, mégpedig mindig ugyanazt, tyúkuslevest, rántott húst, petrezselymes burgonyával és tejfeles uborka salátával. Lehet, hogy önöknél más az ebéd, de akkor is valahol meg kell jelenni ennek a biztonságnak a húslevessel és a rántott csirkecombbal. Tessék nyugodtan megenni mindenkinek azt a rántott csirkecombot, mert az nem egy étel, az egy szimbólum. Szimbóluma a biztonságnak, szimbóluma annak, hogy megint eltelt egy hét, és nem volt háború, nem haltunk meg, megint itt vagyunk, együtt vagyunk és jól vagyunk. Ne akarjon senki vegetáriánus csinálni a veteránokból, nem ők fogják tofuval megmenteni a földet. Számukra a békét jelenti, a nyugalmat jelenti azt, hogy bármikor ehetnek húst. De ugyanúgy a spórolás, a spájzolás is ennek a biztonságnak a velejárója, hiszen ők átélték azt az időszakot, amikor egyszerűen minden félelmetes volt. Tudják, hogy bármikor rosszabbra fordulhat az élet. Ott van benne a működésükben, hogy bármikor rosszabbra fordulhatnak a dolgok, hiszen megélték a rosszat. Ezért náluk a kamrába és a spájzba mindig kell lennie ételnek. Utaltam már a legelső epizód legelső példájában arra is, hogy a gyerekkorukban vagy a fiatalkorukban nem volt telefonjuk, és bármikor bárki megjelenhetett a családból, a rokonságból szólás nélkül, és kellett otthon ételnek lennie. Más volt a boltok nyitvatartása, más volt az áruellátás, teljesen más volt az élet. Innentől kezdve az, hogy otthon van az élelmiszer, nagyon sok élelmiszer, az a biztonságnak egyfajta olyan kapaszkodója, ami minden pillanatban visszaköszönhet. Akár a COVID megjelenésekor is. Hát az interneten számtalan példa található a mai napig arról, hogy a COVID idején a veteránok rögtön bevásároltak.
és ott álltak a 20-30 évesek, hogy most tényleg minek kell 50 kiló liszt a COVID túléléséhez. Egyáltalán mire jó a liszt. De ha kell liszt, akkor veszek egy kilót, aztán, hogyha elfogyat, utána rendelek, és megint kihozzák. Mások a reakcióink, mások az élménytartományunk, és az onnan következő tanulásunknak megfelelően máshogyan reagálunk a különböző dolgokra. És ezekre mindig megvannak a praktikus válaszok. Ételt nem dobunk ki. Ez a veteránoknak egyfajta hívó szava. És én hiába éltem a 70-es évek második felében egy olyan időszakban, ahol szintén nem volt fogyasztói társadalom, szintén még áruhiány volt, de az én gyerekkoromban nem volt élelmiszerhiány. Hazudok, banán nem termett, csak karácsonykor. Csak karácsonykor termett és a pult alól, ezért a banán a mai napig egy szent gyümölcs nálunk, és soha nem dobjuk ki. De a gyerekeimnek semmit nem jelent a banán ilyen szempontból, mert ők egy olyan világba születtek, és egy olyan világban nőnek fel, hogyha kimennek az utcára, mindenhol látnak banánt. Biztos, hogy egy utcában van legalább 2-3 olyan zöldséges, ahol lehet banánt kapni. Tehát az élménytartománya nagyszüleimnek az, hogy minden élelmiszerét meg kell küzdeni, hogy akár még a rohadt krumplér is úgy kell kimászni a pincéből, hogy közben lőnek ránk, tehát megbecsülnek minden ételt, és az ételnek központi helye van. Az én élménytartományom az, hogy bizonyos élelmiszerek különlegesek, bizonyos élelmiszerekhez nehezebb hozzájutni, ezért ezeket az élelmiszereket megbecsülöm, de minden más azért olyan, hogy valahol volt, és valahol mindig lesz. És van egy olyan generáció, akinek az élménytartománya az, hogy és megint hangsúlyozom, mindenki a saját szintén nyomorog, nem összehasonlítva az egyes gazdasági helyzeteket, de egy olyan élménytartománya van, hogy kaja van, élelmiszer van, és ilyen szempontból nem tudja átélni, nem tudja értelmezni azt a képességet, hogy hogyan kell például a kajára vigyázni. Ez is egy élménytartomány, és ez is az emberiségünknek a velejárója, hiszen van az a ciklikusság, van az a mondás, hogy a nehéz idők kemény embereket hoznak létre, a kemény emberek könnyű időt teremtenek, a könnyű idők laza embereket teremtenek, és a laza emberek újra nehéz időket hoznak létre. Ez az emberi lét ciklikussága, amióta emberi faja van a Földön, mindig is így működött, és ez jelen esetünkben is valahogy így működik. Szóval ez a veteránoknak egy tipikus velejárója, ez a veterán létnek egyfajta működési módja, és ehhez kapcsolódik mindaz, amit már a példákban elmeséltem, a hierarchikus gondolkodás, az aláfölé rendeltségi viszonyrendszer és a hosszú távú gondolkodás. A második generációnk, a baby boomer generáció, az 1946 és 1964 között születetteket hívjuk így. Ezt senki nem merte lefordítani magyarra, ez nagyon erősen egy átvett elnevezés a nyugati, illetve az amerikai irodalomból, és ebből a szempontból nem is feltétlenül használható a magyar történelemre, a magyar valóságtartalomra, de egy kényelmi szempontból ez volt a legegyszerűbb, hogy ezt a baby boomer kifejezést használjuk. Ugye erre sokszor használjuk a Ratko korszakot, pedig a Ratko korszak ennél jóval rövidebb. Ratko 1947 és 52 között regnált, mint miniszter, 47 és 50 között néphióléti, 50 és 52 között egészségügyi miniszter volt, és az egészségügyi minisztersége alatt adta ki ezt a mondást, hogy asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Ratko korszaknál egy picit hosszabb a baby boomer időszak, azért valamennyire mégiscsak alkalmazható a magyar generációkra vonatkozóan is, hiszen valóban ez az a generációs időszak, amikor a második világháború után tömegével mindegyik országban azt az üzenetet adták a nőknek, hogy tessék szülni, minél több gyereket a világra hozni, és ennek az eredménye lett az, hogy a baby boomer generáció a mai napig az egyik legnagyobb népességű generációba tartozik. Na nézzünk meg itt is egy videót, Nárai Tamás fog beszélni egy picit a generációjáról, és egy picit a baby boomer generáció sajátosságáról. Például erre jó a közösségi média, hogy most például az utóbbi néhány évben megtudhattam azt, hogy a munkatársaim mit gondolnak rólam. Mert hogy írtak? Igen, írtak a csoportba is, meg úgy a hozzászólásokból, és kiderült, hogy ennek tartottak szigorúnak, de igazságosnak, és hogy velem nem lehetett barátkozni. De ezt pozitív oldalon említik, vagy inkább negatívumként? Szerintem pozitívként, mert nekem az volt az alapelvem, hogy ha mi a munkahelyünkön szimpatizálunk egymással, az egy plusz. Az egy plusz energia, azt tudjuk használni. De mi nem azért vagyunk itt, hogy szimpatizáljunk, hanem azért, hogy elvégezzük, ami a dolgunk. Annyira tipikus és annyira gyönyörű ez az utolsó mondat, hogy nem azért vagyunk egy munkahelyen, hogy szimpatizáljunk, hanem azért vagyunk, hogy dolgozzunk.
ezt más baby boomer generációba tartozó munkavállalók nagyon sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy nem barátkozni jövünk, nem haverok vagyunk, hanem munkatársak. Na ez is egy nagyon generációs jellemző, egy nagyon generációs különbség, és visszatérek arra, hogy milyen platformokon éltünk, mert hogy a baby boomerek időszakában ez a két platformos működési mód volt, munkahely és család, és ez a kettő nagyon nehezen tudott keveredni, vagy otthon voltam a családommal, vagy a munkahelyemen a kollégákkal. Nyilván nem azért nem volt keveredés, mert nem akartak, hanem egy nagyon-nagyon más környezet volt, egy nagyon-nagyon más világ volt, és ebben a nagyon-nagyon más világban kellett valahogy helytállni. Ez egy veszélyes világ volt, sokkal veszélyesebb, mint a mai. Nyilván a mai is veszélyes, csak másképpen, de akkoriban olyan valós veszélyek is megjelenhettek, hogy nem lehetett tudni, hogy melyik kolléga az, akivel lehetek őszinte, és melyik az, aki esetleg valamilyen szempontból engem figyelhet. És ezért érdemes volt különbséget tenni kolléga és kolléga között, családtag és kolléga között, tehát maga a környezet is befolyásolta azt, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. Erről beszélt valamennyire Nárai Tamás, aki egykoron divattervező volt, ma inkább íróként definiálhatjuk, és nagyon-nagyon szépen bemutatta és nagyon-nagyon szépen elmondta ezt a fajta különbözőséget a generációk esetében. A baby boomerek, amikor megszülettek, akkor már nem volt háború, tehát az ő gyerekkorukban nem volt már az a fajta bizonytalanság, az a fajta öldöklés, ami a veteránok időszakában megjelent, de azért nem volt fenékig tejfel az az időszak sem. Ugyan nem volt háború, de azért nagyon bizonytalan, és egy nagyon veszélyes gyerekkorról beszélünk, és talán a baby boomereket is meg tudjuk különböztetni két időszakra, az 1946 és az 1955 közöttieket, és aztán az 56 és a 64 közöttieket, ami ebből a szempontból egy nagyon más élménytartományt jelentett kettejük esetében. Az első blokkja, vagy az első része ennek a generációnak egy olyan élménytartománnyal nőtt fel, ami még nagyon erőteljesen az újjáépítés világa, nagyon erőteljesen a szegénységről szólt, nagyon erőteljesen a háború utána időszakról, a háborúból való felocsúdásnak az időszakából szólt, és ebből a szempontból a Tari Anna Mária úgy fogalmazott, hogy sokkal optimistább, sokkal inkább a világra nyitottabb a generáció tagjai, mint az 55-56 utáni generáció, akik egy kicsit elveszítettek a lelkesedésükből, egy kicsit elveszítettek ebből az optimizmusból, és ennek megfelelően egy kicsit cinikusabbak, és nem is annyira individualisták, nem is annyira kíváncsiak, mint a generáció első fele. Ami nagyon érdekes, hogy ez az első generáció, akit már elkezdtek jellemezni, és elkezdtek valamilyen szempontból vizsgálni. Olyannyira, hogy Tom Wolf 1976-ban azt írta nyilván az amerikai baby boomerekről, hogy ez az első generáció, aki rettenetesen önző és csak magát szem előtt tartó nemzedék. Figyelem, nem az Z generációról, nem az alfa generációról beszélek, hanem a baby boomereket tartották önzőnek és csak magát szem előtt tartó nemzedéknek. Miért? Azért, mert elkezdtek kicsit másképp hozzáállni a világhoz. Azt mondták ők először, hogy az életet nem csak leélni, hanem megélni is kellene. Nyilván Magyarországon egy nagyon erősen szocialista, sőt akkor még nagyon erősen kommunista, bezárt világrendszerben tudták ezt megoldani, de ez azt jelentette, hogy nem csak a politikáról szólt az élet, nem csak a háborúról szólt az élet, hanem bejöttek olyan lazaságok, olyan szabad dolgok, mint például a zene. Ez Magyarországon egy táncdalfesztiválban tudott a leginkább testet ölteni, és olyan énekesek jelentek meg, akik a mai napig meghatározzák a magyar zenei életet. Konzsuzsa, az Illés Zenekar, Szörényi, Bródi, szóval olyan nagy nevek, amiket lehet, hogy még a mai fiatalok is ismernek, és akár egy-két dalt tudnának tőlük mondani. Tehát az életüket elkezdi az is meghatározni, hogy nem csak dolgozni kell, nem csak beledögleni kell a munkába és az életbe, hanem egy picit ebből ki lehet tekinteni, de mindezt úgy, hogy még mindig az élet alapvetően nagyon erős hierarchikus szabályok közé volt szorítva, és a hierarchia az életkor köré volt szorítva. Ez egy nagyon fontos történet, hiszen emiatt lettek a baby boomerek nagyon erősen felnőtt orientáltak, mert az élet a hierarchiáról szólt, a hierarchia pedig az életkorról szólt. Minél idősebb volt valaki, annál inkább meghatározója volt az adott közösségnek, legyen ez egy munkahely, iskola vagy a család, és minél inkább idősebb volt valaki, annál inkább ő hozzá kötöttük a bölcsességet, a tudást és mindenfajta egyéb dolgot.
Ez a felnőtt orientált élet. A felnőtt orientált életnek a velejárója például az, hogy az életkorral párhuzamosan nő a fizetés. Ez a mai napig meghatározza nagyon sok vállalatnak, nagyon sok munkahelynek a szervezeti kultúráját, de már látjuk azokat a jövőbeli következményeket, hogy bizonyos szektorokban, bizonyos ágazatokban nem fogják elfogadni a fiatalok azt, hogy azért magasabb valakinek a fizetése, mert régebb óta ott dolgozik. Ugyanazért a munkáért. Szóval ezek nagyon érdekes élménytartományok, és nagyon mély filozófiai vitákat tudnának kirobbantani erre vonatkozóan, de a baby boomerek esetében ez egy nagyon alap kiinduló pont, hogy így élték meg a gyerekkorukat. Mindezek mellett a baby boomer generáció Magyarországon is egy nagyon erős forradalmi generáció volt. Azt mondták, hogy kedves idősek, nagyon jó dolgokat tettetek a világba, de azért mégiscsak csináltatok két világégést. Valahogy valamit máshogy kellene csinálni. És elkezdtek keresgélni, elkezdtek kutatni, hogy hogyan lehet ezt másképpen csinálni. Elkezdték a családot fölemelni valamilyen szinten maguk mellé, nem tudták még, hogy kell, de megpróbáltak máshogy viszonyulni a gyerekeikhez, megpróbáltak máshogy viszonyulni az élethez. Véleményem szerint a 20. század egyik legnagyobb társadalmi és vagy generációs változása, hogy itt megszületett az első olyan nemzedék, amelyben egyre többen akarták azt, hogy a gyerekeiknek jobb legyen, mint nekik. Hogy a gyerekeiknek könnyebb legyen, mint nekik. A baby boomerek voltak először, akik azt mondták, és ehhez egyébként hozzájárult valamilyen módon a globális világ, hogy lehozom a csillagokat is nektek az égről, dolgozok helyettetek, de nektek legalább könnyebb legyen. Ebben is nagyon nagy különbség van megint csak a generáción belül, tehát mondjuk az 55 előtt születetteknél ez még nem volt annyira egyértelmű. Emlékezzük vissza az első epizódban Krasznahorkai Lászlónak a példájára a tehenészetből, de aztán 55 után egyre inkább volt az a jellemző, hogy felnőttként, szülőként ezek a baby boomerek azt mondták a gyerekeiknek, hogy nektek az iskola után már nem kell elmenni dolgozni. Nektek már nem az a dolgotok, egy dolgotok van, csak tanuljatok, de azt jól csináljátok. Mi cserében majd dolgozunk, mi cserében megteremtünk egy csomó mindent, de nektek legalább könnyebb legyen. És ez egy hatalmas nagy változás lesz majd a társadalom életében, és a társadalomnak az ahhoz való hozzáállásában, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Na ez is egy forradalmi tett, azt gondolom, ez is egy családszociológiai szempontból egy olyan hatalmas lépés, ami nagy mértékben megváltoztatja a gondolkodásunkat. De a másik igen nagy lépés, hogy ők az elsők össztársadalmi szinten Magyarországon, akik megengedték a gyerekeiknek, hogy felnőtt korukban tegezzék őket. Magyarán, amikor a baby boomerek szülők lettek, ők az elsők Magyarországon, akik tömegével megengedték az X-es gyerekeiknek, hogy tegezzék őket. Itt volt egy átmenő időszak, ahol az X-es gyerekek tegezték a baby boomer szülőket, és tegezték a veterán nagyszülőket, miközben a baby boomer szülő magázta a saját veterán szüleit, és sok esetben a veterán szülők egymást is magázták a családon belül. Ma már ez egy hihetetlenül merev, hihetetlenül furcsa lenne, hogyha így magáznánk a szüleinket, sőt, szerintem meg is szólnánk nagyon sok esetben ezeket a családokat, hogy milyen rossz viszonyrendszerben vannak, hogy milyen furcsa család ez, hogy magázódnak, és nem tudnak egymással tegeződni. Pedig csak 40-50 év telt el azóta, és ilyen szinten átmosta a generációnkat, és átmosta a gondolkodásunkat. Na innen indul az, hogy nem az életkorhoz kötjük a tiszteletet. Azt, amit erről beszéltem, azt, amit eddig átbeszéltünk, hogy a hierarchia az alapja a működésünknek, hogy a hierarchia és az életkorhoz kötődő kapcsolat mindennek az alapja, ez onnantól kezdve, hogy a baby boomer szülő megengedte a gyerekeinek, hogy tegezzék őket, szépen lassan megváltoztatja a társadalom hozzáállását az életkorhoz, és szépen lassan megváltoztatja a társadalomnak azt a működését és reakcióját, hogy attól, hogy valaki idős, attól még nem fogjuk csak azért tisztelni. Akkor fogom tisztelni, hogyha valami olyan dolgot tesz le az asztalra, vagy olyan dolgot ad nekem, ami számomra hasznos, és ezáltal tiszteletre méltó. Ez nyilván nem egyik pillanatra a másikra történt, hanem néhány évtized alatt, de valójában ennek az origója, a kiinduló pontja ez volt, ez a történet volt. Na, ott tartunk, hogy van két generációnk, a veterán és a baby boomer generáció, akiknek az életében a munka nagyon erőteljesen jelen van.
A legtöbb esetben a veteránoknál végképp, de még az idősebb baby boomereknél is jellemző volt a nyugdíjas állás fogalma, vagyis hogy egész életükben egy darab állásuk volt. Ahol elkezdtek dolgozni, ott végig dolgozták az életüket a nyugdíjig, sőt a mai napig egy veterán vagy egy baby boomer, hogyha arról fogalmaz, hogy milyen a szép élet, milyen a jó élet, milyen a tartalmas élet, akkor úgy fogalmaz, hogy ez egy becsülettel ledolgozott, szorgalmas élet volt. Hát ezen egy Z vagy egy alfa generációs nagyon sokszor röhögőgörcsöt kap, hogy ez a teljes élet, hogyha becsülettel végig dolgozod, hát hagyjál, hát éljél az életeddel. Mert hogy az ő élménytartománya erről szól. De egy baby boomer veterán alapélménytartománya, aki a második világháború vagy az újjáépítés időszakából hozza a tapasztalatait, nagyon-nagyon fontos az ehhez köthető tanulás élménytartomány. Ráadásul mindezt úgy, hogy nagyon szigorúan nézték azt, hogy valaki dolgozik-e vagy sem. KMK. Kinek jut eszébe rögtön a megfejtés, hogy mit jelent ez a szó? Ugye ez a közveszélyes munkakerülés. Belekerült a személyigazolványunkba, hogyha nem volt munkánk. A mai világban teljesen elképzelhetetlen, hogy bárkinek bármi köze van ahhoz, hogy én dolgozok vagy sem, vagy egyáltalán milyen munkahelyem van. Ez is alapvetően meghatározza azt, hogy milyen alázattal jelenek meg a munkahelyemen, milyen alázattal képviseltetek a munkatársaim iránt, a munka iránt, milyen lojális vagyok a csapathoz, milyen lojális vagyok a munkahelyhez. És ez is ebből az élménytartományból indul ki. Szóval ez a baby boomerek és a veteránoknak az időszaka. És innentől kezdve megjelennek azok a generációk, akiknek nem neve van, hanem betűvel jellemezük őket, az X, Y, Z és alfa generáció. Ez önmagában egy nagy változás. Addig nevet adtunk a generációknak, onnantól kezdve pedig betűvel jelezzük a generációkat. Ez azért van, mert a veterán és a baby boomer a két utolsó biológiai alapú generáció. A biológiai alapú generáció azt jelenti, hogy egy adott időszakban született és élt emberek összessége, akik körülbelül azonos környezetet tapasztalnak meg a gyerekkorukban, és ez a generáció addig tart, amíg nemzőképessé nem válik az adott generáció első tagja, ez jellemzően 18 év. Amikor a történelemkönyvekben, a Bibliában arról beszélünk, hogy apáról, fiára, anyáról, lányára örökölnek dolgok, hogy nemzedék és nemzedék között van-e különbség vagy sem, ott mindig biológiai generációról beszélünk. Ez a generáció 18 évig tart, és jellemzően az elmúlt évszázadokban mindig ezeket a nemzedékeket néztünk, maximum nem jellemeztük, nem foglalkoztunk vele, mert egyrészt senkinek nem volt ehhez kedve, másrészt nem voltak jelentős különbségek az egyes generációk között, mint ahogy a veterán és a baby boomer között sincs olyan nagy mértékű különbség. Na innentől kezdve nem biológiai generációkról beszélünk, innentől kezdve az ember belenyúl ebbe a történetbe, és a generáció elmélet azt mondja, hogy ezek már média generációk, egy média uralta világban megjelenő generációk. Itt nem a nemzőképesség határozza meg a generációváltás, vagyis nem 18 évente történik a generációknak a különbözősége, hanem hogy mikor történik a média világában valamilyen olyan történés, amely hatással van esetleg az idegrendszerünkre, vagy az agyi működésünkre. Ez jelen pillanatunkig még általánosan 15 évente történik, de most már feltételezzük azt, hogy felgyorsulnak a folyamatok, és már nem 15 éves generációkról fogunk beszélni, hanem esetleg rövidebb 12-13 éves generációk jelennek meg. Hogy ezek a generációk mit tudnak, hogy a média generációk hogyan különböznek a biológiai generációktól, hogy az egyes média generációk között is milyen nagy különbségek és eltérések vannak, erről fogunk beszélni a következő epizódban. Ma körülbelül ennyit tudtam mondani a generációk jellemzőiről, két generáción mentünk végig, legközelebb a további négy generációról fogunk részletesen beszélgetni. Ha tetszett, kérem iratkozzanak fel a Friderikusz Podcast csatornájára a youtube.com-on, ott a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva, de természetesen feliratkozhatnak a facebook.com-on, a Friderikusz Podcast oldalon a követem gombra kattintva is. Aki pedig hasznosnak tartja ezt a generációkról szóló sorozatot, illetve tanult akár az előző, akár ebből a mai epizódból is, munkánk támogatását kifejezheti a YouTube-on, a képernyő alatt jobbra található köszönet gombra kattintva. Ha még többet akarnak hallani és olvasni ezekről a tartalmakról, akkor ajánlom a múltkor már megmutatott két könyvemet, illetőleg nem olyan sokára jelentkezünk majd bizonyos workshopokkal és tréningekkel, amik nem a generációknak a mélységi tartalmáról fognak beszélni, hanem megoldásokat, a hogyanokat fogják körbejárni. Ezekről az info@stegen.hu
e-mail címen tudnak tájékozódni. Egy délután a tinédzser lányoddal. Találj rá a közös dolgokra, fizess egyszerűen a mobiloddal, és váltsd az együtt töltött időt valóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Zárásképpen most is arra biztatom önöket, hogyha valami nem volt elég világos, nem volt érthető a mai előadásomból, vagy menet közben a mai témával kapcsolatban megfogalmazottak önökben kérdések, kérem küldjék be azokat. Ha lehet, minél rövidebben megfogalmazva a már jól ismert studiokukac@fridericus.hu e-mail címünkre. Mához egy hétre, a jövő csütörtökön este 8 órakor újra jövök, akkor a további 4 generációról fogunk beszélni részletesebben. Azt kérem, kövessék ezt a csatornát, addig is, akkor is.